Van ez a programozda Jövőt projekt, és ez ugye a nulladik napon több panelben is megjelent ez a projekt, és már hát említettük is többször, sőt, amikor szakember hiányról beszélünk, vagy, vagy a jövőről, vagy a oktatásról, mindig, mindig előfordul és felmerül az, hogy, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy ilyen IT szakemberekből több legyen Magyarországon. Szóval hogy megjelent már több panelben is ez, a, ez az egész projekt, pár szóban össze tudod foglalni, hogy miről szólt, miről beszélgettek, beszélgettetek? Igen, először szeretett én is mindenkit, és igyekszem fenntartani az érdeklődést. Az ajándékokat pedig az asztalon azért vannak, hogy nyugodtan haza lehet vinni, jó? Tehát mindenki fogjon egy termoszt és ugye haza, és otthon is programozza a jövőjét vele, teával lehet megtűnni nyugodtan meg lehet tölteni. A tegnapi napról arról annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sikeresnek ítélem és gondolom, remélem, hogy azok is, akik ott voltak, három részre osztott, három panelban jelent meg a programozza a jövőt. Az elsőben igyekeztünk a, a szakemberhiány piaci oldalát a cégek oldaláról megközelíteni. A másodikban kifejezetten egy nagyon előremutatót igyekeztünk fölvenni, a lányok az informatikában és minél több hölgy jön az informatikusi pályára, a harmadikban pedig az oktatás részéről próbálták a, a meghívottak előadni és illetve ö, számomra elég jó előadást előadni és ott tényleg ütköztek, valóban ö, talán ö, nagyon jó volt, aki ismeri a Hassan Saraf dékán urat, az tudja hogy hogyan vélekszik, és a Green Fox Akadéminak a vezetőjével, ügyvezetőjével kifejezetten egy jó vita volt. Még egyszer nagyon értékesnek tartom, és értékes gondolatok voltak a tegnapi napról. Hogyha egy picit vissza visszacsatolunk még ide, akkor mi a te véleményed az, hogy, hogy lányok az informatikában az tényleg nagyon jó és előremutató, de inkább szerintem alapvetően a fiatalokról beszéljünk, hogy fiatalok az informatikában borzasztó nagy az érdeklődés. A cégek nyilván szeretnék, hogyha minél többen lennének, de komoly informatikai képzés azért az nem lehet egy tanfolyammal elsajátítani. Tehát itt van azért egy olyan folyamat, amikor, amikor talán a hirtelen beáramló fiatalok, akik elvégeznek egy, egy tanfolyamot, és nagyon nagy a, az igényük, és nagyon nagy a kedvük, az lehet, hogy elpárolog az első évben, vagy a második évben, mert hát a rossz nyelvek azt mondják, hogy hát ez ilyen, hát ilyen favágó munkát, vagy munkát végeztetnek velük, és akkor ez nem, 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 úgy jön be, ahogy ők szerették volna, se az ő oldalukról, se pedig a cégek oldaláról végül is, akik nem ezt várják el. Igen, igen, kisemelném, hogy a programozó a jövőt projekt azért jött létre, hogy minél több és minél jobb informatikus maradjon a pályán. Ugye a jelentkezők számának a növelését is próbálja kitűzte céljául, de emellett a lemorzsolódás csökkentésre egy nagyon fontos rész, ami nagyon jól tudjuk, hogy évekkel ezelőtt 50 fölötti lemorzsolódás volt, főleg a kiemelt egyetemeken. Most tegnap pont ez volt az egyik lényeg, amit visszahallottam az elhorvány. Mármint a hallgatók szempontjából? Hallgatók szempontjából, igen. Tehát az informatikus hiányt azt úgy kell nézni, hogy egy négy évvel ezelőtti felmérésen kimutatták, hogy 22 ezer informatikai ö, dolgozó hiányzik, vagyis hát annyi kellene, hogy betöltsék azt a, az igényt, és a most a programozó jövő keretében ö, az évelején elején lezajlott munkaerőpiaci kutatás már 44 ezer hiányzót prognosztizált. Fel is tettük a kérdést tegnap a, a részvevőknek, hogy tulajdonképpen betölthető ez, vagy egyszerűen az olló nyílásának a csökkentését is kitűzhetjük célul. És azt kell mondjam, hogy egyetértettünk abban, hogy jó lenne az olló ö, nyílását is tudnánk legalább visszafogni. De most nem is annyira. Tehát a másik része az, hogy a projekt erre céloz, és a jó hír az, amit hallottunk az ltd nyától illetve a Saran, a bmd nyától is, hogy 22%-kal leesett az elmúlt időszakban a lemorzsolódás. Ez hatalmas ö, javulás. Tehát az, úgy kell számolni, hogy megragadta fejemben a szám, és a számok, én a számok büveletében szeretek élni, magam is informatikus vagyok és a Hassan a dékán úr elmondta, hogy csak ön, ő 1100 darab diplomát írt alá most a nyáron. Tehát ez azt jelenti, hogy 1100 végző hallgató csak a BMI-ről kijött. Tehát ez azt jelenti, és, 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 és abban egyet tudunk érteni, és egyet értek veled, hogy azt a tudást, amit az egyetem, amit egy főiskola ad, amire fölépül egy informatikus, azt nem fogja tudni soha egy 3-4-5 hónapos tanfolyam pótolni. Lehet gyorsan létszámot pótolni velük, soft lehet fejleszteni, de maga az alapképesség, a tervezése, a hosszú távú és magas szintű informatikai tudás elsajátítása Véleményem szerint is felső oktatási. Igen, de egy, ugye a másik érv, is, amit talán az ilyen projekteknek is a, a, a létjogosultságát adja, az a, a lifelong learning, ami bejött, nem csak a, azzal, hogy, hogy egész egyszerűen új területek alakultak ki a cégeknél, hanem azzal is, hogy olyan gyorsan változik minden, hogy egy egyetemi szintű oktatásban résztvevő, amit elkezdett tanulni, nem is tudja lényegében teljes mértékben kamatoztatni, amikor kijön, mert már másra van szükség, már más történik. Oké, okay, az alapok ugyanazok, de azért nagyon sok van a cégeken és a különböző projekteken, hogy, hogy valamilyen módon mankót támasszanak, vagy mankót adjanak. Igen, ez inkább arra, arra vinném el akkor, hogy a digitalizáció fejlődése. Igen. Tehát a digitalizáció olyan rohamosan fejlődik, hogy új munkakörök alakulnak, ki, ahogy Dezső is már megjegyezte ezt, hogy megszűnnek ugyan repetitív munkakörök, a robotizáció, az automatizálás, lást, autóipar, logisztika, bármi, de kialakulnak újak. Uh -huh. Ugye csökken az alacsony képesítésű és végzettségű, illetve tudású munkavállalói igény, viszont megnő a magas szintű digitalizációs tudást bíró munkaerő iránti igény. És ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az informatika területe elsősorban, hanem az egyébként. Természetesen mindenhol magas szintű informatikai tudás követel már minden terület. De maga az informatika véleményem szerint az, hogy hogyan építesz föl egy rendszert, hogyan, hogyan, az, az már utána jön. Tehát tud alkalmazkodni a, egy, egy magasan képzett informatikus ehhez. Oké, okay. ez nagyon jó hír. Um, van egy Facebook oldala a Programmozda jövőtnek, a programnak. Mi található ott, mi történik ott, aki esetleg érdeklődik, vagy szülőként úgy gondolja, hogy a csemetét ebbe az irányba mozgatná? Igen, tehát Facebook oldalunk is van, és külön honlapunk is van, és mindkettőt ajánlani tudom. A Facebookon elsősorban a, a mindig a. Friss történéseket, az új projektelemeket jelenítjük meg. A honlapunkat is ajánlanám mindenképp, ott viszont magát a projektet megismerhetik. Azokat az elért eredményeket, azokat a kutatásokat, amiket végrehajtottunk az informatikus hiányjal, illetve az informatikában való elhelyezkedéssel kapcsolatban, mind elérhető. Szabadon lehet böngészgetni, illetve egy projektelemünk, egy nagyon fontos projektelemünk is ö, ö, megtalálható a honlapunkon. A, az egyik ilyen motivációs példánk, amiről már később beszélni, motivációs rész, az egyik ilyen csapás irányunk, az élményközpontok. Az élményközpontokra való jelentkezés is a honlapunkon történik, és ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek, akár iskolai csoportok, akár pedig családi látogatások alkalmával, és akkor egy picit később majd visszatérek, hogy mi is az az élmény központ. Jó, oké. Okay. Pont azt szerettem volna kérdezni, hogy bár már egy pár mondatban említettük, hogy kitértünk rá, de mégis milyen eszközök azok, amikkel lehet segíteni, hogy ez a szakember hiány az IKT-szektorban? Egy kult cool látok, ami a legfontosabb, az együttműködés. Együttműködés az IKT-szektor, az egyetemek, és maga a kiterjesztett társadalommal. Tehát magyarul össze kell hozni az egyetemeket az IKT cégekkel, közös programokat, projekteket, közös pontokat kell találnunk, hogy hogyan tudnak egy együttműködni, és bevonva a hallgatókat ezekbe az együttműködésekbe, és erre építkezünk. Ez az egyik csapás oldalunk. A második a motiváció, tehát az azt jelenti, hogy nem elegendő középiskola végén megtalálni, illetve megkeresni a diákokat, hogy menjenek informatikus hallgatónak. Minél korábban és lejjebb kell vinnünk ezt az étlek, átlag életkort, amikor már megszólítjuk és a digitalizáció felé toljuk a, a gyerekeket, és természetesen a szülőket is, hogy lássák azt, hogy a gyereknek egy informatikus pálya milyen hosszú távú biztos jövőt biztosít. Hát az együttműködés az végül is nem egy újdonság, hiszen egyetemi szinten valam tehát külföldön nagyon sok best practice van, egészségügyben ipari szempontból a gépjárműgyártást lehet talán kiemelni, de másokat is. Magyarországon is már vannak együttműködések, akár a BM-n például a gépjárműgyártás a robotika szempontjából. Ugyanezt át lehet ültetni egy egyben. Teljesen. Tehát mi megpróbáltuk azt az irányt képviselni, hogy különböző programokon a projektelemen a projekt belül képviseljük ezt az együttműködést. Támogatjuk a 22 darab egyetemet, 22 egyetemmel van együttműködési szerződésünk, mind a 22-vel informatikusak képeznek, és megpróbáljuk különböző elemekkel támogatni azt, hogy a piacon megfelelő tudás bemenjen például az egyetemre. Ellátjuk őket olyan laborokkal, ami a mostani legmodernebb eszközöket viszi oda az egyetemre, oktatókat képzünk, és vizsgavócsereket biztosítunk, vizsgalehetőségeket adunk a hallgatóknak. Például most az egyik ilyen projektelemünk a képzési csomag egy, ami most fejeződött be, és tulajdonképpen illetve a képzések és a vizsgavócserek még folyamatban vannak. De itt például 19 egyetemre 49 labort vittünk, ezen belül komplex kiépített Cisco, Love You, Instrument, Linux laborokat vittünk vouchereket vittünk, illetve tényleg az oktatókat kiképezzük, ott marad a tudás, és hosszú távon a legmodernebb eszközökkel tudják a diákokon a mai kor szellemének megfelelően képezni. Igen, egy kicsit most belementünk ugye a konkrét megoldásokba, ami tök jó, de lépjünk vissza motivációhoz, mert, mert az a másik, amiről, amiről beszéltél. Tehát a motiváció a hallgatók számára nagyon fontos. Nyilván egy dologgal mindenkit lehet motiválni, hogy mennyit fogsz majd keresni. Igen. Tehát ez az első. Igen. Pont erről beszélgettünk itt te közben korábban, de de nem csak a hallgatókat kell motiválni, hanem kell a, az oktatókat is és az egyetemet is, mert ugye, hogyha nincs jó megfelelő oktatás, jó minőségű tanári gárda, professzorigárda, akkor hát hiába történik minden. Hogy őket hogy lehet motiválni? Ugyanígy a laborokkal? Vagy? Egy, egyetértünk ezzel, ez egy picit túlmutat a, a projekt keretein. Mondom, hogy ez már felsőoktatási kérdés. Mi azt próbáljuk megtenni, hogy azoknak a, az oktatóknak, akik ukat az egyetemen, olyan nemzetközileg elismert vizsgalehetőségeket, illetve képzéseket biztosítunk, amiket ők tudnak hasznosítani a továbbiakban. Projekt eddig tud. Segíteni a, hát azért az ez is már egy nagy lépés szerintem, Igen. sőt, a, hogyha meg, meg, ha mondjuk a labor és a megoldások is, a hardware is ugye megszületik, és akkor nyilvánvalóan olyannal tudnak dolgozni, amit korábban nem volt elérhető számukra. Um, Oké, okay, belementünk akkor a, a konkrét megoldásokba, több minden elhangzott, és alapvetően a felsőoktatásról beszéltünk. Mi van a többi részével, a többi lábbal? Igen, tehát tulajdonképpen a, a, itt azért még szeretnék kiemelni pár számot, mondom én eléggé szeret, elég szeretem letenni így a, a konkrét dolgokat, tehát számokkal azonosítani a dolgot. Tulajdonképpen itt ki tudnék emelni, és ez nagyon jó hír, a héten fogadta el az Oktatási Hivatal hét olyan interdisziplinális képzésünket, ami különböző hét Magyarországi Egyetemmel, piaci nagy cégekkel közösen kialakított új Ö, oktatásokat hagytak jóvá. Ez azt jelenti, hogy bármely egyetem innentől továbbképzésként az egyetemen biztosítod, hogy ki tudnám emelni itt akár a járműipart, akár az ipari mérnököt, de a pénzügyi informatikát is. Úgyhogy ez elfogadásra került. Ez az egyik például, amivel az egyetemeket is tudjuk. És így kitágítva a teret. Nem szimplán az informatikus képzésre, hanem az interdisziplinaritás irányába is el tudunk menni. Igen, talán ez a felsőoktatás szempontjából még fontos, és lehet, hogy ezt is kihagytuk az előbb, hogy, hogy utána megnyílik az út a, a végzősök számára, hiszen ugye ott vannak a, a cégek, akikkel az együttműködésben ö, megismerkedhettek, akik mondjuk ö, partnerként részt vettek a projektben, ö, akik... Tudják azt, hogy kik azok, akik ott végeztek, tehát nem egy ismeretlen ember kerül oda, esetleg toborzásnál, hanem valaki, akivel már valamilyen kapcsolatuk volt. Igen, erre jó példa a gyakornoki programunk, ami szintén egy, az egyik ilyen együttműködési programunk. Már kettő lement belőle, ahol több mint 700 tanuló hallgató volt gyakornonként kihelyezve 370-nél több vállalatnál, és több mint 250 ezer gyakornoki órát finanszírozott a projekt úgy, hogy az IKT cégeknek ez nem került semmibe. Kihelyeztük a hallgatót, a hallgató ott gyakornoki órát letöltötte, és az a jó hír, és az egy nagyon jó mutató, hogy a 60 fölött ott marad gyakornok. Igen, ez a ugye cégeknél. a konverzió, ez lett volna a kérdés. És ami másik fontos dolog, hogy sikerült azt meggátolni, hogy az egyik a lemorzsolódás egyik oka az, hogy az informatikus hallgatókat nagyon korán elszipkázzák a finoman szólva és a cégek, tehát kiviszik a diplom előtt a piacra, és egyetlen egy ilyen nem volt a gyakornoki programban, gyakornokként maradt ott a 60 fölött a cégektől. Nyilván, ugye, ahogy említetted is, egészen korán kell elkezdeni, sőt, hát ugye magától el is kezdődik a folyamat, hiszen digitális benszülöttekről beszélünk most már, akik használók, felhasználók benne élnek ebbe a térbe, de ugye nem feltétlenül értik, hogy, hogy, hogy mi történik, és ebből a szempontból talán jó az, hogyha elkezdenek ők is tudással építkezni. Tehát ha menjünk vissza akkor az alapszintű oktatásra, ott mi történik. Jó. Tehát itt is a motivációs irányvonalon igyekszünk a már egy korai gyermekkorban elérni az általános és középiskolásokat. Több fronton támadunk, Alapértelmezésben az egyik az, hogy mi megyünk hozzájuk. Tehát van egy motivációs előadásokkal megyünk ki az iskolákba, egyeztetés után, és ott a kollégáink, illetve egy nevesített kollégánk, aki kifejezetten motivációs előadásokkal, eszközökkel megy ki az iskolákba, és ott igyekszik ezekről felvilágosítást adni a gyerekeknek, bevonzani őket. A másik pedig a nagyon fontos dolog, az élményközpontok. Az élményközpontok olyan centrumok Magyarország három pontján, Győrben, Budapesten és Debrecenben, ahova szervezetten iskolai csoportok látogatnak el. Úgy látogatnak el, hogy tulajdonképpen regisztrálnak, és a buszoztatástól az étkezésig mindent mi fedezünk, és nem egy kiállítás kell elképzelni, nem egy múzeumba visszük őket, ahol megnézhetik, hogy hogy néz ki egy pepper, vagy hogy néz ki egy legó, vagy hogy néz ki akármi, vagy a VR, milyen egy virtuális valóság, hanem szakképzett oktatók, pedagógusok foglalkoznak csoportfoglalkoztatásokkal, és valóban megnyitják azokat, és olyan feladatokkal, ami gyerekeknek való, közelebb viszik őket ezekhez a újdonságok, hogy értsék is valóban, hogy mit csinálnak, és ne pedig egy elszenvedői legyenek a digitalizációnak. A középiskolai jellegű motivációs programok hasonlóak, vagy ott azért már egy kicsit irányítva vannak a, a, az informatikai tanulás, vagy oktatás, vagy tanfolyamok felé? Hasonlóan próbáljuk őket, tehát ugyanúgy az élményközpontokban a kétharmada körülbelül azért még középiskolás, akik jönnek, és ott próbáljuk őket az informatika felé irányítani. Illetve a, van egy olyan, hogy projektarca. Program. Kerestünk olyan fiatalt, akinek az az elképzelése, hogy ő informatikus lett, meg is találtuk. Ő az eltére re szerette menni, mint programtervező informatikus, és őt tulajdonképpen itt is itt volt a, a, az infotéren, őt mutatjuk be, hogy nézzétek meg, ma már az informatikus nem az a kockás inges, szakállas, pizzátevő és sötét szobába, pötyögő, éjjeli bagoly tulajdonképpen, mint a... Mint Kockás el... inges vagyok most. Én, én is általában most kivételesen nem egyébként. És így, így próbáljuk bemutatni, hogy egy laza, egy kötetlen, hogy mennyire más ma már az informatika, hogy mennyire nyitni kell, és, és, és milyen sokrétű. Oké, okay, tehát van a lakosság számára, tehát ezt még nem beszéltük ugye, át, ugye az oktatásról beszéltünk, alsó, közép, felső oktatás, de itt cégek és a lakosság számára is megoldásokat kínál a program. Igen, 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 a lakosság számára azt e, tulajdonképpen e, meg tudjuk nyitni ugyanúgy a családok számára ezeket az élményközpontokat, tehát nem direktbe, hanem családok is ellátogatnak, illetve e, egy kommunikációs vonalunk is van, amikor el akarjuk érni Magyarország a Ez a célunk. Kitűztük. Először elindultuk 30%-kal, és aztán utána, hogy csak a gyerekek, és utána az lett a vége, hogy a társadalomnak a, a nagy, tehát a 90% fölötti részét el kell élnünk különböző filmekkel, ö, 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 reklámokkal, vagy bemutatni az informatikát. De gondolom más a fókusz ugye, egy lakossági vagy egy cégek számára történő bemutatásnál, mint, a, mint, a, mint az iskolásoknál. Te, tehát, hogy nekik gondolom a figyelemfelkeltés az, hogy mi az, ami, mire jó az informatika, mire kell figyelni. Igen, hát cégeknél egyébként annyira nem kell, hisz őt tudják, hogy miről van szó, számtalan IKT cég van. Inkább ott az kell tényleg, hogy hogyan tudjuk őket segíteni ebben. Mm -hmm és ezt, ezt a projektbe bevonva bőven 200 szék fölött van bár a, került bevoná, bevonásra a projektben. Ez azt jelenti, hogy támogatjuk őket, illetve a gyakornoki programjainkban, az oktatói púlokban részt vettek, ugyanis például naprakész piaci tudást viszünk be az egyetemekre úgy, hogy a cégeket megkeressük, és magas szintű a bíró ipari informatikusokat, vagy programtervező informatikusokat, vagy üzemeltetőket viszünk be az egyetemekre, és kurzusokat tartanak a hallgatóknak, amai arról, hogy mi is valójában, például kint az informatika egy vállalatnál. Hát akkor az elég szerte ágazó. Igen, igen, ez nem komplex projekt, én már sokszor programnak nevezném. Tehát, nem, tehát alprojektekre bontanám, és programnak nevezném, kinőtte magát, szép, szép munka. Ezt megkérdeztem többektől is itt a beszélgetések között, hogy akkor most a következő időszak mit rejt, mi a, mi a kihívás, vagy mi a teljesítendő cél. Hát a teljesítendő cél az, hogy ugye ez 2022. december 31-ig tart a projekt. Szerintem a cél az lenne, hogy a döntéshozók és mindenki, aki látja ennek a, az informatikai ágazatnak és a digitalizációnak a jövőjét, gondolja át, és esetleg egy új vonalakon vagy kiegészítve folytatni tovább, mindenféleképpen érdemes lehet, mert az eredmények alátámasztják azt, hogy érdemes és, és szükséges folytatni. És tényleg meg kell minél hamarabb szólítani, nem szabad elengedni ezt a dolgot. Köszönöm szépen, nekem azért megragadt ez a középiskolás életpálya modell, hogy szakállas kockás ingesként. Nekem úgy, ha most visszamehetnék egy ilyen sönherci modellbe, akkor lehet, hogy visszamennék. Úgyhogy ez még nekem vonzó, de én már kiöregedő generáció nem, vagyok. sosem öreg az ember, tehát például ezt csak annyit tudok mondani, a saját például tudom mondani, hogy én alapértelmezésben katonatisztnek tanultam, gépészmérnök voltam, és 50 évesen diplomáztam programozóként, tehát sosem késő. Én csak mindenkinek ezt üzenem, hogy az informatikus pálya az egy nyitott pálya. Bárki nyugodtan menjen. Meg lehet tanulni, és főleg a lányok. Nagyon szépen köszönöm, Lajos. Szerintem sikerült feltartani az érdeklődést. Kiváló beszélgetés volt. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.